Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják. A tartalomból röviden. 101 éves veszteségünk. A Nemzeti Összetartozás napján emlékeztek. Egésznapos vidámság. Gyermeknap a városi strandon. Elbúcsúztak az Ovitól. Önfeledt ballagás a katolikus óvodában. A trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás napján Tapolca város önkormányzata és a hozzájuk csatlakozó lakosság szalagkötéssel, gyertyagyújtással, néma főhajtással emlékezett a köztársaság téren felállított Trianon emlékműnél.
Egész napos strandolással, gyermekprogramokkal, játékokkal várták a kicsiket és nagyokat a városi gyermeknapon. Az idő is a gyerekekkel volt, egész nap mosolygós napsütésben és a strand kristálytiszta vizében fürödhettek a gyerekek. A programokat a Tapolca Kft. Tamási Áron Művelődési Központ szervezte. Sziasztok! Hello, élőbe vagyok! Ne szarapozzál! Nem baj, ez majd úgyis egy vidám nap. Csak a gyerekekre koncentrálunk a mai napon, úgyhogy aki még nem indult el, induljon el, mert ahogy látjátok, már készülődik minden. A medencék tele vannak vízzel, tulajdonképpen készül a légvár, az ugrálóvár, és várjuk a színpadi programokra is a gyerekeket. Lesz Acrodance, Basic, interaktív Palinta koncert, Zajongó, a Tapolcai Musical színpad tehetséges fiataljai, meg hát itt leszünk mi is, egy csomó fanyűvőjáték, meg hát mi kell még, jókert, napsütés, hideg strand. Fagy. Így van. Úgyhogy gyertek, a fürdőruhát és a naptejet ne hagyjátok otthon, várunk benneteket. Sziasztok! Hello! Egészen rendhagyó, de a Szent Erzsébet katolikus óvodában immár második alkalommal, mondhatni, hagyománnyá vált módon nem ünneplőruhás műsoros ünnepséggel búcsúztak az iskolába induló gyerekek szeretett óviuktól. A kis királyfik és királylányok próbatételeken vettek részt a mesék birodalmában, hogy a jutalmul elnyert rózsát Szent Erzsébet lábához letéve elindulhassanak az új kalandok felé. Hát a mai napon köszönünk el az iskolába induló nagyjainktól. Az elmúlt évben a pandémia miatt egy ilyen kényszerhelyzetbe kerültünk, és a hagyományos, műsoros, a Tamási Áron Művelődési Házban megrendezett nagy évzárónk helyett egy ilyen játékos délutánt a szabad tér kihasználásával szerveztünk, és annyira nagy volt a szülők részéről, a gyerekek részéről az öröm, hogy egy kötetlen formában, de mégis együtt beszélgethetünk, együtt játszhatunk,
és ez annyira megtetszett mindenkinek, hogy úgy gondoltuk, hogy ebből talán érdemes lenne hagyományt teremteni, hisz a megújulás az mindenkinek része, mindegyikünk életének, és egy intézményben is van olyan, amikor esetleg váltani kell. Hát az idén sem volt hozzánk kegyesebb a helyzet, tehát most is szabadtéren akkor így megrendeztük. A mai napnak az az elméleti alapja tulajdonképpen, hogy a gyerekek itt mesékben találkoznak az élettel. És minden állomás, amit szerveztünk, 5 állomást, 5 mese, és a mesék próbatételeit kell kiállni az iskolába induló nagyoknak, és valahogyan ezt a párhuzamot próbáltuk itt erősíteni, hogy a mesén keresztül ezek a gyerekek mindennel találkoznak, amivel majd az életben is fognak találkozni. És ezért fontos az, hogy meséljünk, és ők átéljék ezeket a meséket. Itt próbatételek vannak, aki a próbát kiállja, az a végén, és összegyűjti mind az 5 pecsétet, amit az egyes mesék után megkaphat, a végén jutalmul megkapja Szent Erzsébet rózsáját, és ezt a szál vörös rózsát a Szent Erzsébet dombormű elé oda teszi, és ezzel jelképezzük azt, hogy ebben az óvodában mi végig kísértük az ő életét, és ő pedig teljesített mindent, amire ahhoz szükség van, hogy mi elengedhessük a kezét, és utána ők beleléphessenek az új életszakaszukba, elkezdhessék az iskolát. Ez az életszakasz tehát nekik lezárul, a nevelési év is lezárul, viszont a munka nem áll meg az óvodában. Mi történik majd itt a nyáron? Hát ez egy különleges nyár lesz, egy nagy pályázat eredményeként az óvodában teljes vizes blokk vízvezetékrendszer felújítás fog zajlani, tehát egy hét múlva bezárjuk a kapuinkat a gyerekek előtt, és elkezdődik a munka. 2 gyerek vizes blokk, illetve a felnőtt vizes blokk teljesen megújul, minden új lesz benne, és az összes vízvezeték, tehát a teljes vízvezetékrendszer is megújul. Reményeink szerint egy nagyon szép és nagyon, nagyon látványos változás lesz így az intézményben, és ezt mi megkapjuk újból a nyár végén, és akkor újból kezdődhet az élet. Együtt voltunk óvodások, kicsik, nagyok, jó barátok, de ahol lehet a múlják, kinőttük az óviszépe, bár minket a tanulás, kedves nézőink, eddig tartott a krónika, nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. 101 éves veszteségünk. A Nemzeti Összetartozás napján emlékeztek. Egésznapos vidámság. Gyermeknap a városi strandon. Elbúcsúztak az ovitól. Önfeledt ballagás a katolikus óvodában. Kedves nézőink, köszönjük figyelmüket, a krónikát a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló és minket is érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!